Jó napot kívánok! Nézzük meg, hogy milyen hasznos dolgokat lehet csinálni Facebookra való tartalom feltöltésnél. Hát először ugye kell egy grafikai program, amivel a képeket előfeldolgozza az ember. Erre én ajánlom az Adobe-nak a Photoshop nevű programját, amit itt lehet látni, hogy 25 dollárért vagy 25 euróért lehet egy hónapba kibérelni. Hát ez viszonylag nagyon olcsó, mert ez egy 1000 dolláros program. Illetve ezt a Blow Up 3 nevű bővítményt, ami 99 dollár, és ez azt tudja csinálni, hogy egy ilyen kicsi részét a fotónak, ugye amit hagyományosan nagyítva egy ilyen maszatos borzadályt kapnánk, ezt ilyen tűélesre és akármilyen nagyra meg tudja csinálni. Itt lehet látni, hogy a szembeesőn is, hogy minden maszat el van távolítva. Aztán utána jön az, hogy ugye a boltról készült fotót, tehát a boltról készült fotós által készített fotót lenne jó kirakni a fejlécbe. Jaj, rossz helyen vagyunk, itt kell legyen. Akkor itt ugye meg lehetne változtatni a fejlécképet. Mondjuk erre. Nem, ez van egy jobb változat is ebből. Borítóképek. És erre. Igen, ez egy kicsit be van sötétítve. De hát ezen lehet látni, hogy ez nem valami, tehát nem túl kontrasztos, mondjuk nem annyira kontrasztos, mint egy ilyen kép. Ez szinte leugrik a monitorról, ez beleugrik az ölébe a látogatóknak, annyira kontrasztos. Ez még nem egy épület, de hát kontrasztosnak kontrasztos, és akkor ezt a kicsi képet is meg lehet cserélni, ami az összes tevékenység mellett ugye megjelenik. Ezt úgy hívják, hogy profilkép, és mondjuk lecseréljük egy ilyenre. Hú, de sokáig menti. Jó, na lecserélte. Most újra tölt mindent. Jó, és akkor menjünk tovább. Ugye a képek oldalarányának, tehát a dimenzióinak a megváltoztatását érdemes mondjuk a 16-9 arányra, tehát mindegyiket uniformis arányra átalakítani. Ugye amikor az emberek lapozgatnak a képek között, akkor ne ugráljon össze-vissza minden, kivéve persze az álló képeket, de hát azt érdemes kerülni, és mindegyikből fekvőt kirakni a Facebookra. Hát azt ugye úgy lehet csinálni, hogy itt az ember elkezdi feltölteni a mondjuk az egyik képet, ez is 16-9-re van kivágva, meg a másik képet is, ami itt van, ez az. És akkor termékeket lehet rá elhelyezni. Én már felvettem előre két terméket, de mondjuk meg lehet itt jelölni a szekrényt, hogy a termékek mondjuk kijelölő, és megkattintom a szekrényt, és akkor beírom ide, hogy klasszikus, magas fényű szekrény, akkor ez itt megjelenik, meg ide az ágyra is, vagy erre a kis szekrényre is rá lehet kattintani, és akkor itt is beírom, hogy klasszikus valami, jó, akkor ment, sőt, itt még lehet, hogy a képet így zoomolni össze-vissza, de ez csak a nézéshez van, akkor mentés, akkor ugye ezen már bejelöltünk termékeket, a másik képen is bejelöltünk termékeket, tehát mindeket tudjuk a tükörre, itt is kiválasztunk egy terméket, vagy itt hozzá is adhatunk rögtön, hát én akkor ezt kiválasztok egy ilyet, mentés, és ugye akkor még ha itt a közlendőbe érdemes beírni adatokat, vagy bármi szöveget, amiben megjelenik, és akkor nem lesz ráírva a képre, hanem itt a szövegbe fog megjelenni a helyén. Lehet időzíteni is, hogyha az embernek egyszerre van csak ideje, hogy egyszer van egy héten ideje, akkor az egész hetit megcsinálja, és szépen kiidőzíti minden napra egy két-három képet vagy terméket. Most tegyük is rögtön közzé. Ez egy teszt oldal, ezt senki nem látja, csak én. Erre figyelmeztet itt ez a üzenet. És akkor ugye így fog kinézni a bejegyzés,
ugye itt lesz a szöveg, és akkor itt alatta lesznek a képek, látszik, hogy nagyon szép uniformis képek vannak, mert pont ugyanan arányú mind a kettő, és akkor rákattint az ember, akkor ugye itt a vált, itt ugye a termékek megjelennek így is, meg emígy is, és ha itt rákattint valaki erre, akkor itt a termék oldalán találja magát. Hát, hogy miért nem lehet éppen itt kattintani, azt én meg nem mondom, de nézzük meg talán a másik terméket. Itt ezt a klasszikus könyveset. Hú, itt se lehet kattintani. Ja persze, mert ezt jóvá hagyják, igen, jaj, bocsánat, igen, tehát ez itt nem aktiválódik rögtön, mert ez a Facebook jóvá hagyja. De most menjünk vissza a képméreteknek a demonstrálására. Tehát, ha lapozok, akkor egy ugyanakkora kép jön be, de nem ugyanakkora, csak ugyanakkora az oldalaránya. Tehát mikor megjelenik magyarul, akkor látja itt a se a magasság, se a szélesség nem változik. Szóval ha megyünk tovább, hát ez is egy jó megvágott kép. Ja, csak kettő van. Ja, persze, mert itt körbe-körbe tekerjezte kettőt. Azt akartam mutatni, hogy ha van egy másik kép, akkor itt ennek az egész ennek a fehér doboznak is, meg annak a képnek is a magassága megváltozik, de hogyha ugyanarra van vágva, akkor ez mindig ugyanaz. Itt ugye megint lehet a termékeket nézni, csak ez még most nem aktív, most még ellenőrzik a Facebooknál. Illetve itt ugye itt is lehet megnézni, hogy mi ide tartja az ember az egérét, hogy itt mik vannak, itt is megjelenik egy dobozba. Hát nekem, ez csak ugye nekem van a szerkesztőnek, mert a látogatóknak nincs olyan módosítás. Akkor még nézzünk rá az árcímkére, igen. Tehát, hogyha árcímkés terméket szeretnék rakni, akkor egy ilyen, jó, ez nagyon nagy, ez egy ilyen plecsnyit rá lehet rakni a ilyen címkét a termékre, ami így fog kinézni. Hát mondjuk ez itt egy kicsit pixeles, meg mákos, meg túros, meg minden, de hát ezt egy grafikus szépen is meg tudja csinálni. Tehát itt a termékkép, és rá van írva egy szó, vagy egy szám, vagy valami egy akció, vagy az, hogy mennyibe kerül, vagy mennyi százalék kedvezményre jár, és akkor úgy kell föltölteni. Akkor a következő... Ja, itt, igen, itt volt például egy link is, amiben itt lehet látni azt, hogy mindenféle ilyen csili-vili borzasztó sokféle ilyen felirat van, amit így rá lehet rakni, de hát ilyet tud rajzolni is, aki grafikus, az annak ez működik. Akkor menjünk tovább. Ajánlatok beállítása, igen. Ha a boltra van állítva a Facebook oldal, amit itt a beállítások oldalmódosításnál lehet állítani, akkor lesz egy bolt. Nem az ajánlatoknál tartunk, ezt már megbeszéltük, itt a termékek itt vannak, ez már volt. Bocsánat, most az ajánlatok jön. Ajánlatok, igen. Ajánlatokat létre lehet hozni, ez magyarul a kuponokat, akciós kuponokat jelent. Itt ki lehet választani, meddig érvényes, mit tudom én, március 2-ig, sürgető kupon, 12 óráig érvényes, fénykép hozzáadása, mondjuk ez... Ezt is persze előtte uniformisra érdemes megvágni, és akkor itt lehet, hogy hol tudják az emberek beváltani, itt még online nem tudják beváltani, de már az üzletben igen. Persze itt több képet is fel lehet tölteni egy termékhez, és akkor itt a promóciós kódnál oda lehet írni, hogy SEC RÉNY 15, és akkor az 15% kedvezmény jár, és például beírjuk, hogy 15% kedvezmény a minden szekrényre. És akkor itt közé tesszük. Jó, és akkor itt az ajánlatoknál meg fog jelenni. És ha rákattint valaki, akkor nem, így fog megjelenni, hogy kat. Igen, ha rákattint valaki, akkor el tudja menteni, és ezt a kódot magával tudja vinni mondjuk a mobilián, vagy akár fejbe is megjegyezheti, de inkább a mobilián tárolhatja. Illetve ez ugye az meg fog jelenni itt a bejegyzések között is, ha jól tudom. Ö,
Igen, itt megjelenik ez egy ajánlat bejegyzés, és akkor itt el lehet menteni mindenkinek. Aztán aki elmenti, azt figyelmezteti a Facebook, mikor lejár, hogy gyorsan menjen, vegyen egy ágyat még 15%-kal olcsóbb, vagy szekrényt. Jó, akkor menjünk tovább. Igen, ezt beszéltük már, hogy a termékek szövege az szövegmezőben van. Akkor tematikus fényképalbumok, igen, az pedig itt a fényképeknél van. Ugye itt létre lehet hozni egy albumot, illetve ide kell kattintani, bocsánat. Létre lehet hozni egy albumot, ide lehet írni, hogy mit tudom én, klasszikus szekrények. És akkor, mikor az ember föltölt egy szekrényképet, akkor mindig berakja ebbe a dologba, és akkor be is jelöljük itt magunkat, hogy itt ezen a helyen van a szekrény, és akkor ide még lehet leírást is írni, akármennyit. Fel lehet tölteni egy képet. Hoppá, megnyitás. Jó, itt is leírjuk, hogy ez egy szép ágy. Ó, itt embereket lehet bejelölni, ez nem, ezen nincs, nem eztek emberek, akkor ezt közzé tesszük. Ezen is lehetett látni, ez a fotó nem volt megvágva, mert hurka volt, alacsony volt és széles. És akkor ezért a kis kép se jól sikerült belőle. Kérem, ezt kijavítani valahogy beállítás profilképén. Másik alul, nem. Igen, hát ez lehet látni, hogy itt fölöttem, alatt ez a fekete csík van. Ez így nem jó, ezt előtte meg kell vágni rendesen. De a lényeg az, hogy mikor jön egy fénykép, ugye itt az albumoknál visszamegyünk a fényképekhez, akkor itt lehet látni, van egy klasszikus szekrények, és akkor mindig, mikor az ember föltölt ide képeket, akkor berakja albumokba, és akkor aki erre kíváncsi, az itt megtalálja, vagy akár Google-ből is megtalálja, nem kell itt a Facebookra se jönnie. Jó, a következő. Igen, tehát amikor közzéteszünk egy sima bejegyzést, ugye nem ajánlatot, hanem egy sima bejegyzés, ez volt az ajánlat, ez egy szép ágy, igen, itt volt az az ajánlat, akkor itt, hogy bejegyzés, már én is keverem, akkor ide lehet rakni egy linket, és akkor nem a fő oldalt érdemes belinkelni, hanem mondjuk egy ilyen aloldalt, másolja az ember, és akkor ide berakja. Akkor aki erre rákattint, hoppá, itt valami hiba történt, lehet, hogy túl gyorsan dolgozok, és ez olyan U vagy Q. Túl gyorsan dolgozok, és a Facebook nem tud, nem enged meg engem. Na hát ez nem jó. Jó. Tehát akkor ide szépen kirakta a linket. Magyarul, aki ide kattint, az nem mindig a fő oldalra jut, hanem erre a termékre jut. Persze akkor nem szabad kitörölni a terméket, amíg a Facebookon kint van a poszt, vagy át kell irányítani ezt az URL-t, ha az ember kitörli a terméket valahova máshova, akár a fő oldalra is, csak hogyha sehova nem irányítja az ember, akkor ugye a nem létező oldalra 404 hibát kap a látogató. Aztán igen, tehát egyszerre nem érdemes egy bejegyzésbe sok képet, vagy egy ajánlatba sok képet berakni, csak néhányat, mondjuk 4-5-öt. Az időzítésről is volt szó, hogy lehet későbbre felrakni, egy huzamba dolgozhat az ember, és majd másnap jelenik csak meg. Eseményként való létrehozás. Igen, tehát itt az ajánlatokat, ugye azok a kuponok, akciók, de lehet eseményeket is létrehozni. Ide is be lehet írni üzleti ajánlatokat, tehát hogy minden második ágy után a harmadik ingyenes. És akkor ide is meg lehet adni, hogy
hogy itt nálunk van egyszeri, és akkor itt be lehet állítani, hogy mondjuk hétfőn van, 10-től 12-ig, és ugye itt is lehet ütemezni, magyarul időzíteni, és akkor hoppá, még fotót is lehet föltölteni. Hát mi töltsük föl ezt. Jó, és akkor bejegyzés. Hát igen, leírást is lehet készíteni róla. Meg klassz odaírni, hogy milyen kulcsszavak vannak, és akkor bejegyzés. Így van, most lett is egy esemény, amin részt vehetnek az emberek, meg megláthatják, hogyha visszamegyünk a kezdőlapjára a Facebook oldalnak, akkor szerintem ez az esemény is, igen, az esemény is kikerült bejegyzések közé. Csak Facebook, ugye erről volt szó, ezt hívtuk az előbb ajánlatoknak, hogy ugye közé teszünk egy ilyen kuponkódot, és akkor azt fel lehet használni. Illetve az utolsó még volt itt a Facebook applikáció, ami tulajdonképpen a honlapunknak egy oldalát ide berakja. Ó, ez már megszűnt, de ez volt az a test-app. Mikor a honlapunk egyik oldalait megjelenik a Facebook fülön, és itt valamilyen ajánlatot, vagy mit tudom én, valamit lehet interakciózni a látogatókkal. Hát, magyarul az ember itt a Facebook szerkesztés közben eltölthet egész napot, és ezzel így vonzhatja a vásárlóit ide a Facebook oldalára. Hát minden jót kívánok, viszonthallásra!